Elkezdhetjük! Zalaegerszegen a Keresztúri Dezső Városi Művelődési Központban mutatták be Lendvai Kristóf Majdnem eltoltam című kis játékfilmjét. Mivel az alkotás elkészültét televíziónk is támogatta, ott voltunk a premiéren. Mint a kisjátékfilm 16 éves író rendezőjétől megtudtuk, körülbelül egy évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni a film ötletével, és már akkor tudta, hogy a korosztálya által jól ismert témát szeretne feldolgozni. Így jött ez, hogy hogyan tudja alapjaiban megváltoztatni az embert egy óriási értékvesztesség. Itt a mi esetünkben, a filmben Daninak, a főszereplőnek az édesanyja meghalt, és ez alapjaiban megváltoztatta az ő viszonyukat az édesapjával, és jön Dani életébe és Dani osztályába egy új lány, aki elviszi pozitív irányba a dolgokat. A 6 szereplős, 26 perces alkotás alapja a generációs ellentétek bemutatása, így a bonyodalmak nagy része is innen ered. Ezeket azonban humorral fűszerezve jelenítették meg. Az örök tanulság természetesen itt is megjelenik. Az élet negatív történései mellett is fel kell ismernünk a jó dolgokat. A fiatal rendező a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészeit is megnyerte magának kis játékfilmjéhez. Elmondása szerint nagy élmény volt profikkal dolgozni, akik mind nyitottak voltak ötleteire. A filmben feltűnik Kis Ernő, Debrei Zsuzsanna és Hertelendi Attila is. Ő az apa szerepét játszotta, és elmondása szerint örült ennek az új kihívásnak. Egyáltalán nem hezitáltam, nagyon örültem a felkérésnek, ugyanis ritka itt vidéken, és most nagyon csúnya szó van, egy vidéki színésznek egy kamera elé állni, egy ilyen kis filmben szerepelni, úgyhogy elsőre még úgy, hogy nem is tudtam, hogy miről szól a film, vagy mi lesz, igen mondtam. Harold Levente alakította a főszereplőt, Danit. A cselekmény általa bontakozik ki, így a cím is az ő szemszögéből ragadható meg. A történet szerint majdnem eltolt a kapcsolatát az édesapjával. Mivel egy mai tinédzserről szól, úgymond a történet, ezért ilyen szempontból könnyű volt belehelyezkednem, viszont hál' Istennek az én családi hátteremben nem volt ilyen probléma, szóval azt az oldalát meg kellett oldani, de Kristófa nagyon jól sokat próbáltunk, és remélem, sikerült is ebbe belehelyezkedni rendesen. A Majdnem eltoltam című kisjátékfilmmel rögtön megjelenése után már egy díjat is bezsebeltek az alkotók. A film külön díjat nyert a 25. országos diákfilm szemlén. 110 benevezett alkotás között a sztereotípiák érzékeny ábrázolásáért járó díjat kapták meg az augusztus 26-ai díjkioszton.